Reggel 3-4-7-től van nyitva az ovi, akkor játszás van, 8-ra mindenki megérkezik, aztán reggeli játék, reggeli kör, torna, megyünk 10 óra izni, utána van a fő foglalkozás, utána minden nap próbálunk kimenni az udvarra, sétálni vagy a udvaron játszani, aztán jövünk ebédelni, aludni mennek, és utána délutános fél negyed ötig, akkor is játszás, szabad program. Tulajdonképpen a nyitott napunk, úgy mint mondtad, arról szólt, hogy kinyitottuk az óvoda ajtaját. Különösebb programmal nem készültünk. Azt szerettük volna megmutatni, hogy szülőknek is, tehát akik ide járnak, gyerkőcök szüleinek, vagy a leendő gyerkőcök szüleinek, hogy hogy telik a gyermek napja. Attól a pillanattól, hogy itt hagyják őt, behozzák reggel az óvodába, mi történik vele, mi a pontos napi rend, mikor megyünk mosakodni, mikor játszunk, mikor van a reggeli torna, hogy zajlik a reggeli torna, hogy zajlik a foglalkozás, hogy zajlik a kintartózkodás, semmi különösebb. Tehát nem készültünk kimondottan egy bemutató órával, hanem megnézhettük, hogy igen, így játszik az én gyerkőcöm a közösségben, így tud beilleszkedni, vagy esetleg másképpen viselkedik, vagy ilyesmit. Tehát az élethelyzetben megnézhették a gyerkőcöt. A nyitott nap nem csak a pedagógus számára fontos, de a gyerek is várja a szüleit. Szeretné megmutatni, mit hogyan csinál, s hogy a szülei büszkék legyenek rá. Csalódás éri, ha a szülők valamilyen oknál fogva nem tudnak megjelenni. A gyerekek az ilyen nyílt napokon természetesen egy kicsit másképp viselkednek. Egy részük aktívabb lesz, hogy megmutassa, a szülei nem ok nélkül büszkék rá. Jól esik nekik a dicséret, bizonyítani akarnak. Más részüket feszélyezi a szülői jelenlét. Nem tudnak feloldódni, úgy teljesíteni és koncentrálni sem, mint egyébként. Vannak, akik sírnak, ez a kisebbekre jellemző főként. Vannak, akik el sem mozdulnak anyjuk mellől egész délelőtt. De akárhogyan is legyen, a gyermeket megnyugvással tölti el, ha a szülei megjelennek, akárhogy is viselkedik, ez fontos számára. S bizonyos dolgok talán a szülőknek is más fényben tűnnek fel, ha saját szemükkel látják. Például, hogy nem is olyan egyszerű az óvónő dolga ennyi különböző típusú gyerekkel, akik között nem egy problémás. Betekintést kap a szülő az óvodai nevelés mélységeibe is ezúton. A gyermek viselkedését is más szemszögből figyelheti meg, s talán olyan dolgokat is megértenek, amelyeket elképzelni sem tudtak. Az is fontos, hogy megismerhető a pedagógus munka közben, hogyan bánik a csoporttal, milyen módszereket és milyen megoldásokat alkalmaz egy-egy helyzetre. Érdemes tehát tapasztalatokat gyűjteni, de elsősorban a gyermek miatt érdemes elmenni. Az ő fejlődését lehet így soron követni, s a szülői jelenléttel támogatni, bátorítani. Evés! És előtt kezdek mosok, beteg lenni nem akarok, neki piszkos kézzel eszik, bizony, hamar nem betegszik. Evés előtt! Kézmosítás, egészséges, jó szokás! A vegyes csoporttal kapcsolatban ugye ez a nagy szívfájdalmuk a szülőknek. Nem is értem, hogy miért. Mert igaz, hogy én egy teljesen más közegből jövök, tehát iskolából, és hogy esetleg hogy mertem egy ilyesmit már is bevállalni. Hát azért volt ennek némi alapja, mert azért én utána olvastam Vekerdit és sok más magyar híres pszichológustól véleményét, mi szól a vegyes csoport mellett, mi szól ellene, miért nehéz, miért, mik a pozitívumai, és az óvó nénikkel úgy döntöttünk, hogy belevágunk, és megpróbáljuk a magyar csoportokat is vegyes csoport alakítani, ugyanúgy, mint a szlovák csoport is évek óta vegyes csoport. Hát akkor először a pozitívumait. Igen. Előnyei. Sokkal könnyebb a beilleszkedés. Tehát van egy összeszokott
gyerekcsoport, akik már úgy jönnek ovikába, hogy megszokták a játékokat, tudják mi a rendszer, tudják a szokásokat, nem sírnak reggel, mert tudják, hogy jó helyen vannak, szeretnek oviba járni. És akkor ide sokkal könnyebb egy kicsit feszengő gyerkőcnek, egy 3 éveskének, vagy esetleg 2,5 éves kis gyermeknek beilleszkednie, mint hogyha, nem tudom, 4-5-ön is sírdogálnának az osztályba, és generálják egymás között a esetleg a félelmet, vagy nem is tudjuk már a végén, hogy miért is sírunk, vagy csak azért, mert a másik is. Könnyebb a beilleszkedés. Aztán a vegyes csoport lehetőséget ad arra, hogy a testvérek is egy csoportba kerülhessenek, és ez a, ha ott a testvérem már a kicsinek is biztonságérzetet ad, és mivel nem feszeng, és nem írtózik, vagy van ott neki egy biztos pont a csoportban, könnyebb az értelmére is ugye hatni, tehát könnyebben befogadja a fejlesztő dolgokat is. Aztán a másik oldala, ha a nagyokat vesszük, a nagyok megtanulnak a kicsikre vigyázni. Tehát ők már ugye megszokták a napi rendet, tudják, mikor kézmosás, hogy sorakozunk, mikor van reggeli kör, a foglalkozások, és nagyon szépen tudják vezetni a kicsiket. Úgyhogy időt spórolunk idézőjelben meg magával a felsorakozással, a lépcsőn biztonságosan segítenek a kicsiknek, megfogják a kezüket, lemenni a lépcsőn, öltözködésnél segítenek, nem csak az óvónéninek, hanem ezzel maguknak is. Mert ő fontossá válik, hogy ő egy kicsinek segíthet. Szerintem ez a rendszer, akik ide járnak most gyerkőcök, nagyon megfelel. Mindenki megtalálta a barátját, barátnőjét, a esetleg idősebb személyében, vagy fiatalabb gyermek személyében. Ezek olyan dolgok, amik a nagyban is ezt a szociális készséget fejlesztik. És megtanulják ők, hogy a kicsire vigyázok, mert hiszen mi azért vagyunk itt, hogy ezt mondjuk nekik. Mondjuk és mondjuk. Mi a neve? Narcisz. Mondjátok, hogy Narcisz. Bella. Érzel jól? Én úgy vagyok a vegyes csoporttal, hogy a vegyes csoport csak az óvónőnek nehéz. Mert kell a kicsiknek is, kicsiket is le kell foglalni, a középsősöket és a nagyokat is, akik iskolába mennek. Ez a óvónőnek plusz feladat. De így, hogy együtt vannak a gyerekek, szerintem egyáltalán nem rossz nekik. A nagyok is nagyon sokat tanulnak, meg látni rajtuk, hogy segítenek a kicsiknek, oda mennek, törődnek velük, és ezt ők is tanulják. És a kicsik is sokat tanulhatnak a nagyoktól. Nincs plusz feszültség az osztályban. Nincs. Annyira mások voltak régen a gyerekek, vagy magunkból kiindulva, mit engedtünk meg egy szülőnek, egy tanárnak magunkkal szembe, és most szerintem nagyon a gyermek irányít. Már tudják, mit szabad, mit nem szabad nálam, mik a szabályok. És így már jól mennek a mindennapok. És mit mondanak a Brigi tanítónéni, a szigorú? Szerintem igen. Meg biztos a hangos is, mert én hangosan beszélek velük. Már kiskoromban is óvónéni, tanítónéni szerettem volna lenni. Így sose fordult meg a fejembe, hogy más is legyek. Gimnázium után így Nyitrára mentem óvópedagógiát tanulni, és jöttem az oviba. Mindig amikor már kisebb is voltam, vigyáztam gyerekekre, úgy szeretem őket. Minél kisebb, annál jobb. Igen. Ezért is inkább óvónő, nem tanítónő. Szeretem, fel tudnak tölteni. Értem. Lehet egy rosszabb napom, és
ők valahogy megérzik, vagy látják, akkor oda jön, megölel, és ma az sokat tesz. Sokkal, ha lehet így mondani, tapasztaltabb lettem, hogy anya lettem. Így könnyebb. Nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy miért, csak úgy könnyebben jön minden. De, mama, de már lehet Rebecca? Szerintem a türelem megtartása, vagy az, hogy ne fogjon el. Péntekre azért már nehéz, már elfáradunk, de úgy nehézség. Minden gyermeket meg kell ismerni, hogy milyen ő, és úgy viszonyulni hozzá, úgy kezelni őt. Beiratkozás májusban van. Úgyhogy 3 napot kijelöltünk, már tavaly is úgy volt. 3 napot kijelöltünk, és azon a 3 napon bármikor be lehet jönni, és be lehet iratni a gyerkőcöt. Azt majd közöljük az újságban is, meg az oldalon is, Facebook oldalon is, úgyhogy mindenki időben meg fogja tudni. Nem vagyunk egyformák, mi felnőttek se, a gyerekek se. Különböző mérték, tehát különböző a fejlődés mértéke. Van, akinek már 2 éves korában, vagy 1,5 éves korában nincs pelenkája, van, akinek még 4 éves korában is pelenkája van, van, akinek a beszédfejlődése később indul be, van, aki már 1 évesen elkezd beszélni. Tehát még azt se lehet mondani, hogy mi az az érettség, amikor már mindenképpen hoz óviba a gyerkőcöt. Van 3 évesünk, akinek nincs pelenkája, és tökéletesen beszél, és bekapcsolódik mindenbe, és sokkal bátrabban szerepel, és kézműves foglalkozásokat is, mint egy 5 éves. Tehát gyereke válogatja. Gyereke válogatja, a szülő ismerje, és reálisan lássa a gyermekét, és tegyen meg mindent azért, hogy fejlődhessen. Igaz, hogy a maga tempójába, de tehát ne legyen a gyerkőcnek aztán kellemetlensége abból, hogy más gyerekek előtt is. Ezért gyerekek megmondják úgy egymásnak a mindeneket, és tehát a szülő figyeljen oda a gyerkőcére. El kell vonni a figyelmet elején nagyon. Játékkal, szerintem, kedvességgel, hogy hozod és már mutatsz neki valamit. Csak egy gyerek más? Igen. Van, aki nagyon könnyen bejön, feltalálja mindjárt magát. Van, akinek nehezebb megy az elválás. Igyekszünk mozogni. Én preferálom az élmény alapú oktatást. Én még nagyon az iskolás rendszerben élek. Azt hiszem, hogy kicsit több idő lesz, míg átállok. Tehát a tapasztalatszerzést, hogy minél, tehát életben lássák, próbálják ki, mint hogy a feladatlapokon dolgozgassanak. Az is van, de ismerjék meg a körülöttük lévő világot. És főleg az a másik, ami az én veszőparipám, amit már úgy elmondtam a szülőknek is, meg az előző munkahelyemen is, meg mindenhol is, hogy a gyereknek véleményem szerint a szülőfalujában kell iskolába, óvikába és iskolába járnia. A szülőfaluját ismerje meg, az itteni embereket, az itteni mindent, itt alakítsa ki magának a kis környezetét, és aztán, ha lesz úgy, mint hogy gyökere, akkor könnyebben tud aztán a világban is érvényesülni.